akit pedig már láttak itt időközben, figyelte beszélgetésünket kint a stúdió előtt, az Őze Áron, ő lesz a vendégünk. Őze Áron 1970-ben született Budapesten. A faipari szakközépiskolában érettségizett, majd a Színház és Filmművészeti Főiskolát végezte el Iglódi István tanítványaként. 1992-től tagja volt a Nemzeti Színháznak, majd 1998-tól szabadfoglalkozású művészként dolgozott. Ez idő alatt főként a kecskeméti Katona József Színházban láthatta a közönség, de játszott Sopronban, sőt Nagyváradon is. 2000-ben visszatért korábbi társulatához. Ma a Pesti Magyar Színház művésze, ahol színészmesterséget és művészi beszédet is tanít. Több tucatnyi szerepe mellett három színházban mutatkozott be rendezőként, és olyan játék, illetve tévéfilmekben láthatták a nézők, mint az István a király, a Temetetlen halott vagy a Sorstalanság, de a Magyar Televízióban vetített Kisváros című sorozatban is feltűnt. Művészetét 8 rangos plakettel ismerték el, 2003-ban a Jászai Mari díjat is megkapta. Szabad idejében a keleti harcművészeteknek hódol, imád motorozni, és ha csak teheti, lemegy kenúzni a Dunára. Hát ez a kis vizuális kurikulum vité Őze Áronról. Kihagytunk valamit, ami fontos? De talán túl teljes is volt, tehát olyan megható. Tehát furcsa hallani különben egy ilyet. Tehát nyilvánvalóan, hogy egy ilyen összefoglalást. Nem, azt hiszem, hogy a lehetőleg teljesebb volt. Talán azt kihagytuk, hogy faipari szakközép. Igen, ugye? Igen. Az igen. Hogy jött? Ez engem speciálisan nagyon érdekel, még akkor is, hogyha nem tartozik szorosan a színházhoz. Igen, van egy bátyám, Őze Gábor, aki előttem járta végig az iskola útjait, így fogalmazzak. És amikor én végeztem az általános iskolában, akkor ő már gimnáziumban tanult, és valahogy bebe pillantottam, így a diákszínjátszás, mert már akkor volt körein keresztül a gimnáziumi életben, és nekem nem volt kedvem a gimnáziumhoz. És azt édesanyám mondta, hogy érettségi, ugye az kötelező szintű, de valahogy a gimnázium légköre, meg ugye a gimnáziumi lét, az úgy nem tudom mitől. Tehát én azt gondolom, hogy nyolcadikos tanuló nem tudja meg, hogy mi akar lenni, tehát az egy hiba. De azt viszont tudtam, hogy gimnázium nem. És akkor természet, élővilág, állatok, fa, úgyhogy én voltam a Váci állattenyésztői szakközépiskolában is felvételezni, és aztán végül is így kötöttem ki a Kozmora és faipari szakközépiskolában Újpesten, ahol is egy fantasztikus 4 évet töltöttem el, és az első számú mesterségem az asztalos. A fa csodálatos világ, bütykölnék még, vagy amikor csak Esztergál, megtehetem, vagy... de nem nagyon tehetem, meg nincs rá időm. Én különben... De megvan még a tudás? Hát gyakorlat. A tudás az gyakorlat. Támaszú, ugye? Tehát, hogy most például a lakásfelújításon vagyok túl nyáron, és jövendőbeli apósommal, aki szintén asztalos, együtt építettünk egy konyha berendezést, úgyhogy ezért élveztem. Az igen. Szerszámot vehettem a kezembe. Igen, jó érzés volt így. És a színházi díszletnél mondjuk, vagy hol jelenik meg még ez így az életben? Mert csak azért mondom ezt, mert én speciálisan ugye építész voltam, vagyok, mondhatom nyugodtan ma is így, és örülök, amikor kisebb tervezési feladatok vannak például a saját dolgaimat illetően, és valahogy mindig megjelenik, azért a televíziós díszletekben is szoktam véleményen lenni. Hát annyira így a színpadon, színház körüli munkákban nem nagyon, azt látom persze, hogy néz ki hátulról egy díszlet, és ott milyen kötések vannak, és mikor melyikre van szükség, és úgy még eszembe jut a faipari, vagy ezekről tanultak. Inkább az az érdekes, hogy az a helyes, hogy ugye nagyon sokan tudják, kollégák, hogy én nekem van egy ilyen irányú végzettségem is, és nem mondok most cégneveket, de modern faipari bútorboltokban megvett, otthon összeállítható, hogy mondjam, készletekre kérnek néha föl, hogy menjek már ki a kis készletemmel is segítsek, és akkor imbiszkulcs és egyebek, és akkor állítok össze ilyen különböző bútor mennyiséget. Úgyhogy eddig terjed igazság szerint, de hát ez is főleg segítség ugye nyilvánvalóan, hát valóban, hogy annyit konyítok hozzá, hogy azért látom, hogy a szekrény hogy épüljön föl. Jó, a rendező kérdezi tőlem a fülemben, hogy színházról nem beszélünk, de beszélünk természetesen, lehet, hogy egy kicsit hosszabbra sikeredett ez a bevezető, de mégis azért vettem elő,
Mert ugye január 1-től? Január 1-től, igen. A Pesti Magyar Színház igazgatója is egyben Őze Áron. És valóban így aztán díszletre, mindenre, költségvetésre tekintettel kell lenni, ezeket kezelni kell, elő kell állítani egy évadot, annak megvannak a maga technikai, anyagi vonzatai. Mire készül? Hát mindenképpen arra, hogy ha már ideig eljutottunk, és azért beszélek többes számban, mert nem egyedül vagyok szerencsére. Persze. Tehát itt egy nagyon fiatalos és egy lendületes tím alakult ki ebben a munkában, ami munkát én már a pályázatírástól kezdve mondok, illetve még előrébről, mert 2 évvel ezelőtt Iglódi István, aki már sajnos nincs közöttünk, és most ősszel eltávozott, kért föl engem, hogy én gondolkodjak el felelősen azon, hogy mi lenne, hogyha én vinném tovább a Pesti Magyar Színházat. Tehát végül is ezt megelőzte egy bő 2 éves munka Iglódi Istvánnal, ami hosszú beszélgetések sorát jelenti, nagyon őszintén. És akkor így, ahogy ugye haladtunk az időben tovább, így kiírták a pályázatot, akkor én választottam a munkatársaimat, Gulaminos Sándor személyében, aki a művészeti vezetőm, Sipos Imre, aki a menedzser igazgató, illetve hát gazdasági területről is. Úgyhogy itt az egyik legfontosabb része, amit kérdeztél, hogy annyi sokrétű feladat van és sok mindent kell tudni összefogni. Itt azért alapvetően azon múlik, hogy milyen csapat áll föl és dolgozik az ember mellett. És hát a legfontosabb jelszava ennek a csapatnak a bizalom, tehát másképp nem megy. Úgyhogy saját, ha mondhatom így, embereimből áll ez a csapat, és nagy lendülettel el is kezdtük a munkát. És január 1-től így igaz, hogy a kezünkben van a jövő. Megmutatunk néhány képet közben a színházból, egy kis előadás részlet következik, aztán majd valahol elveszük, és legfeljebb a képeket fogjuk közben látni, de beletekintünk. Majd kérek szépen egy közvetítést, egy kis kommentárt, hogy mi ez. Ő a Gulaminos Annyi által rendezett Máli néni, Füst Milántól. Füst Milán. Béres Ilona játszott címszerepet, pont Balsai